Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A immáron megszokottá vált havi polgármesteri beszélgetésünket kezdjük Reidinger István polgármester úrral. Jó napot kívánok! Az első kérdés vagy téma, amibe úgy belefeküdnénk, az a Messeli a Goethe utca. Csapadékvízzel vezetése. Igen. Most ott mi újság? Hát a legkritikusabb szakasznál vagyunk. Talán tegnap vagy tegnap előtt zárták le a Bem József utcát. Így egy másfél hétig biztos, hogy közlekedési nehézségekkel kell a kedves lakóknak megküzdeni. Tehát javasolt a Damjanics utca, illetve Tóth Árpád utca fele kerülni. Sőt, hát már javasolt, hogy a Vasvári Pál utca és Cikó utca útvonalon kerüljék ki ezt a csomópontot. Ugye azt tudtuk, hogy föl kell bontanunk a Bem József utcát. Nem tudtuk még, hogy mikor, ugyanis ugye többször beszámoltam róla, hogy a közműszolgáltatók által szolgáltatott tervekkel ellentétben vannak a közművek a föld alatt, és ezeket csak akkor lehetett, ezzel csak akkor tudtunk szembesülni, amikor föltárásokat végeztünk, és megtaláltuk, hogy hol vannak ezek a föld alatt lévő közművek. Még jelen pillanatban nem is tudok arról beszámolni, hogy a Bem József utca Radnóti csomópontjába a gázvezeték az miért csinál egy olyan kanyart a földbe, mint amit csinál. Erre valószínű, hogy amikor most előre haladnak a munkálatok, azért erre rá fogunk jönni. Tehát az a probléma, hogy hogyha háttal állunk a temetőnek, akkor az útnak a jobb oldalán ott megy a vízvezeték, az egy régi aszbesztcementcső, mellette megy a csatorna, mellette megy a gáz, és a csapadékvízzel vezető csatornát, az pedig az utcának a bal oldalára tervezte a tervező. Ugye pontosan kiszámolta a közműszolgáltatók által szolgáltatott adatokból, hogy meglegyenek a védőtávolságok, hova kell tenni, de a kedves lakók jelezték, hogy hát a gáz az nem ott van, mert szerintük az itt lett vezetve az út szélén. Akkor erre kihívtuk a gázműveket, mondta, hogy nem, középen megy a gáz. Csináltunk feltárásokat, az út szélén megy a gáz, ami majd utána kikanyarodik vissza középre, tehát egy kicsit úgy hullámzik tehát most lényeg az, hogy a meglévő közművek mellé be kell fűznünk valahogy a csatornát, illetve a csatorna, tehát a Meseliáról lejövő csapadékvíz ketté lesz választva, és a főirány az nem is a Bem József utca lesz, hanem az a Tölgyes Kálmánon fog lemenni. Tehát most a legkritikusabb időszak van, mert hogy most a Radnóti csomópontja került lezárásra, illetve a Radnóti és Klapka utca közötti szakasz kerül felbontásra csatorna fektetés miatt, és a Bem József és Tölgyes Kálmán csomópontja kerül fölbontásra, tehát aki tud, az kerüljön, és ne erre próbáljon közlekedni, mert erre most nehéz lesz, illetve csak kerülő úton lehet közlekedni. No, ez a helyzet a Bem József utca csomópontjával. Egyébként a burkotárok az a Radnóti utcában gyakorlatilag elkészült, fölértek az utca tetejére, fölbontották a Damjanics utcát, de már vissza is temették, betették a csöveket, vissza is temették, tehát a Damjanics utcába lehet közlekedni, és most kanyarodnak föl a Kisernő utcába, illetve fönt az Aulik utcába kiásták a majdani víztározónak, ennek a 138 köbméteres víztározónak a helyét. Ott vannak a víztározóhoz az elemek, amit majd összeraknak, illetve az Aulik utcából fölfel egészen a Meseli utcáig félig elkészítették már, kiásták a zárkokat. Jelen pillanatban a Radnóti utca környékén itt tartanak a munkálatok. A Goethe utcánál pedig ugye azt ígértük, hogy az iskola kezdésre visszaadjuk a forgalomnak a Goethe utcát. Múlt hét pénteken volt
kooperáció. Ott meg is beszéltük, hogy körülbelül egy kéthetes csúszással van a munka. Itt is a közművek elhelyezése nem ott van, ahol kellene lenni, és ennek a kiváltása miatt kellett elég sok problémát leküzdeni. Aztán úgy nézett ki, hogy akkor meglódul a munka, és akkor két irányból építették, és most fölgyorsultak a munkálatok, és pénteken még azt a tájékoztatást kaptuk a kivitelezőktől, hogy következő héten, keddi napon, azaz tegnapi napon fogják a CKT terítést megtenni, és a hétvégén pedig aszfaltoznak. Na most itt az történt, hogy a német iskolának az alsó bejáratánál a csatornaépítés során, ez péntek délután volt, találtak egy pincét. Hát, hogy ez sehol nem volt föltüntetve semmilyen térképen. Ez egy abszolút titkos pince. Most azt megnéztem, hogy az 1885-ös Pomász kataszteri térképen a volt főszolgabírói hivatal épület mögött, tehát ott, ahol a német iskolának most a hátsó bejárata van, ott van egy L alakú épület jelölve, ami azóta már hát valamikor több mint 100 évvel ezelőtt elbontásra került. Na most valószínű, hogy ennek a 100 évvel ezelőtt elbontott épületnek a pincéje maradt ott, amit most sikerült megtalálni, úgyhogy, és onnan derült ki, hogy ott valami pince van, hogy volt ez a kis felhőszakadás valamelyik nap, és kint voltam én is a területen, és láttam, hogy folyik le a víz a Goethe utcán, és ott kiásták a gázfogadónál a munkaárkot, mert egyrészt ugye a gáznak a föltárását, másrészt meg ott megy egy 20 kV-os elektromos vezeték, annak a feltárását végezték el, és folyik bele a víz, és megtelik ez a gödör, és nem csordul túl, hanem csak folyik bele, folyik bele, folyik bele. Azt néztem én, és mondom, ha felébe folyik bele ez a víz. Hova tűnik el? És hova folyik? Azt hittem, hogy valahol a gázvezeték mentén van valami üresedés, és akkor ott elfolyik. És akkor még a volt főépítésünktől, Szukatillától is kaptam fényképeket, hogy ott valami üreget lát, most már lement a víz, és ott valami üreg látszik. És hát ez az üreg végül is, hát kiderült, hogy itt nem üregről van szó, hanem egy ilyen elhagyott pincéről van szó. Egy nagyobb üreg. Hát egy nagyobb üreg, igen, hát ami megint megakasztotta a munkát, ugye úgy volt, hogy hétfőn, hogy szombat-vasárnap is dolgozni fognak, de hát most ez miatt nem tudtak vasárnap munkát végezni, mert most ebben megint le kellett állni, le kellett jelenteni a pincét, hogy pincét találtak, ezt a pincét helyre kellett állítani, ugye ki kellett először is találni, hogy mi legyen vele, hát most ez a német iskola teherbejáratánál van, hát itt teherautók jártak be, és hát még jó, hogy eddig nem történt ott valami baleset, ugye hát most föl kellett tölteni, le kellett zárni, tehát ez megint megakasztotta a munkavégzést. Szerintem a hétvégére egyébként el fognak jutni a CKT terítésig. Goethe utcának a forgalmi rendjét változtatta a képviselőtestület, tehát a munkavégzés utántól, ahogy meg lesz nyitva a gépkocsi forgalom elől, vagy előtt az utca, visszaállítjuk a Goethe utcának a kétirányú forgalmát, tehát nem kell a Gábor Áron utca fele kerülni, hanem vissza lehet menni majd a fő utca irányába, és ha a Magyar Közúttól megkapjuk az engedélyt, akkor teszünk egy tükröt oda, ami segíteni fogja a forgalmat, viszont mivel a tükör elhelyezése az 50 méteren belül van a Magyar Közúttól, így a Magyar Közútnak ki kell kérnünk az engedélyt, tehát ez a tükör akkor lesz majd odatéve, amikor megjön az engedély. Egyszer csak. Így van. Tehát ez az elképzelés. Tehát akkor összességében minden fajta váratlan meglepetés dacára tulajdonképpen jól halad. Hát 10 hónap van a vállalkozónak, 10 hónap áll rendelkezésre a munkavégzésre, és hát én szerintem még idén be fogjuk fejezni a munkát, tehát nem fogjuk átvinni a következő évre. Most jönnek az egyszerűbb szakaszok egyébként.
Ez mégis mindenkinek megnyugtató lehet, ez így tulajdonképpen. Egy másik jó hírünk is van, ugye a tűzoltóság energetikai korszerűsítése megkezdődik, vagy a közeljövőben meg fog kezdődni. Előkészítő munkák már megkezdődtek. Ugye ez egy 103 millió forintos Európai Uniós pályázaton nyert támogatással fog tudni megvalósulni. A tűzoltóság napelemeket fog kapni, illetve földszondák lesznek a tűzoltóság udvarába elhelyezve. Az épület szigetelésre kerül, illetve a nyilászárók kerülnek kicserélésre. Természetesen, ami ezzel jár, gépészet, elektromos munkák elvégzése is meg fog történni. Egy hosszú folyamat volt, ami kiválasztottuk a nyertest, 11 jelentkezőnk volt, 11 vállalkozás adott be pályázatot, ezeket fel kellett dolgozni, és hát ilyen többkörös hiánypótlással kiválasztottuk a kivitelezőt, kiválasztottuk a műszaki ellenőrt, aláírtuk a szerződést, és gyakorlatilag most előkészítő szakaszban vannak a munkálatok, és hamarosan nagy erőkkel tőle szállványozva az épület, és amit szeretnénk benne elérni, hogy a rezsiszámlák nulla legyenek a tűzoltóságon, tehát hogy az önkormányzat támogatásból megy az elektromos áram, a fűtésszámla, és hát ugye tudjuk, hogy most a tűzoltóautóknak egy viszonylag konszolidált hőmérséklet kell, hogy víz ne fagyjon be a téli időszakba, viszont amikor riasztás van, akkor kinyílnak a szertárkapuk, tűzoltóautók kimennek, viszik magukkal a meleget, és akkor megint fel kell fűteni az épületet, tehát ez miatt azért nagyon tetemesek voltak a rezsiszámlák, amit fizetni kellett, hát ezt akarjuk ezzel most csökkenteni. Tehát akkor szó szerint vehetjük, hogy egy nagy arányú korszerűsítés történik. Így van. A honfoglalás útján volt, történt egy kis baleset, ehhez viszont az önkormányzat Viszmajor támogatást kapott az ottani helyreállításokhoz. Ez egy múlt évi történet, múlt évben már a lakók jelezték, hogy elkezdett az út leszakadni, és hát ugye az az érdekes szituáció volt, hogy itt három hatóságnak a hatáskörébe tartozott ez az út leszakadás. Ugye volt maga az út, az egy közút volt, amiből leszakadt egy rész, ez az útügyi hatóság hatáskörébe tartozott, volt egy partfal, ami az út mellett volt, ez a belügyminisztériumnak a hatáskörébe tartozott, és volt egy partfal alatt folyó, jelen pillanatban víz nélkül ide egy patak, ez a Susnyár pataknak a folyása, amiben csak akkor van víz, amikor esik az eső a hegyekbe, és oda csúszott bele az egész, tehát itt a belügyminisztériumból ezt a pincei partfalbizottságot kellett kihívnunk, ez valamikor téli hónapokban történt meg, lehelyszínelték a területet, és a helyszínelés után akkor tudtuk megindítani a tervezési folyamatot. Megterveztettük, egy sújtán falat fogunk oda építeni, egy gabion sújtán falat fogjuk megtámasztani az utat, és a vízelvezetését fogjuk kialakítani itt a Sólyom utca és a Cinege utca közötti területnek a vízelvezetését kell úgy megcsinálni, hogy ilyen alámosás ne tudjon megtörténni, mint ami megtörtént. Már hozzáteszem egyébként, hogy ehhez azért hozzásegített az is, hogy itt valószínűleg valami borznak volt az út alatt a fészke,
És eleve ez gyengítette. Hát igen, ugye ennek több kijárata is volt, és amikor a csapadékvíz befolyt ebbe a fészekbe, és elkezdtek kimosni, akkor kiüregesedett az út, és akkor egyszer csak leszakadt. Hát ugye ami a nagyobb baj, hogy akik ott laknak, hát azok már egy éve gyakorlatilag el vannak zárva a településtől, tehát személyautókkal még át tudnak menni, de tehergépjárművel nem lehet megközelíteni a területet, így a szemétszállítógép kocsi sem tud bemenni, így a Pomász Kft. Minden pénteken megy, és a lakóktól ott összeszedi a szemetet, illetve a kedves lakók hozzák ki autóval a szemetet, és a honfoglalás út Sólyom utca sarkára teszik le. Amikor megtörtént ez a baleset, ugye akkor azonnal mi ezt jeleztek a belügyminisztérium felé, beadtunk egy úgynevezett Viszmajor pályázatot, amit a partfalomlás, pinceomlásra szokás, és ezen a pályázaton, ezen 9,8 millió forintos támogatást kapott a település. Navracsis miniszter úr, illetve Vitályos államtitkárasszony képviselőnk, ő volt az, aki a támogatói döntésről az oklevelet átadta ünnepélyes keretek között. Egy kicsit nekem furcsa is volt egyébként, mert hát ugye itt most egy katasztrófa történt, és úgy megünnepeltük, de hát végülis azt ünnepeltük meg, hogy erre kaptunk ennek a helyreállításához állami támogatást. Hát egy nézőpont kérdése. Közben ugye amikor megtörtént a helyszínelés, akkor kerestünk tervezőt, akivel meg kellett terveztetni ennek a helyreállítását. Elkészültek a tervek, ezeket a terveket engedélyeztetni kellett, tehát ez mind elég hosszú folyamat volt, és amikor megvoltak a tervek, akkor meg tudtuk csinálni a beszerzési eljárást a területre. Hát ez egy kicsit olyan nyögven nyelősen ment, mert nem nagyon találtunk vállalkozót, aki ilyen gabion sújtámfalat tud építeni, vagy éppen nem akartak vele foglalkozni, vagy nem tudom, de elég nehezen sikerült végül is a utolsó beszerzési eljárásra. Két vállalkozó jelentkezett, amiből a jobbat kiválasztottuk, tehát a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót kiválasztottuk, szerződést kötöttünk, műszaki ellenőrt kerestünk, avval is szerződést kötöttünk, úgyhogy ahogy a vállalkozó ígérte, hogy szeptember első napjaiban el fogja kezdeni a munkák, ami azt jelenti, hogy akik ott laknak a területen, azoknak most megint probléma lesz, mert ott a munkavégzés miatt hát útlezárások, további korlátozások várhatók, de hát remélhetőleg azért egy végén jobb készül, lesz. Így van, és biztonságos lesz ott a közlekedés. Hát reméljük, hogy... Noha megszoktuk egyébként, hogy a nagy malmok elég lassan őrülnek. Egyre nehezebben, igen. Visszatérve egy fél mondat erejéig a csapadékvízhez, ugye most a Szőlőtelep utcában is. Ez... folyik a víz. Hát az a baj, hogy Pomázon mindenhol folyik a víz, és de hogyha megnézzük a híreket, amikor arról számol be, hogy Szentendrét elöntötte, 11-es utat elöntötte, igen, és ez nemrég pár Gödöt napja elöntötte, itt környékbeli településeken szinte mindenhol arról számolnak be a híradások, hogy elöntötte a víz. Azért azt kell mondani, hogy itt viszonylag Pomázon nyugalom van. Nyugalom van. Tehát nincs nagyobb baj, mint ami korábban volt. Tehát tudtuk, hogy vannak kritikus szakaszok a településen, és még lesznek is kritikus szakaszok a településen. Ugye hát most azért készül ez a 350 millió forintos beruházás a Meselián, hogy visszaállítsuk a 10 000 évvel ezelőtt kialakított, természet által kialakított csapadékvízelvezetési rendszert. Hogy levezessük, ami egyébként a természet nagyon jól kitalált magának. Hogy levezessük a vizet, és hát most egy ilyen munka fog elkezdődni a Szőlőtelep utcába is. Ez egy kisebb volumenű, mint egy ilyen 30 millió forintos munka lesz. Ugye itt az történik, hogy a esőzés következtében a kevés
megnyílt mészkő sziklájén keresztül szivárog be a talajba a csapadékvíz. Ugye a kevés lábánál ott van dolina, dolinának a jelentése az, hogy víznyelő. Rengeteg víz elnyelődik ott, keresztül folyik a Majdánpola alatt, közben a Majdánpoláról is kap táplálást, szintén az ilyen megnyílt mészköveknél. Ezek valahol a hegy lábánál találkoznak, kifolynak a hegyből, és több ilyen forrást tudunk a Majdánpola oldalán. És hát itt van egy ilyen kifolyás a Margaréta utcánál is, ott egy ilyen ügyesen egy ilyen 300-as átmérőjű csövet így kidugtak a partfalból, és azon folyt le a víz, és tette járhatatlanná a Lilium utcának az alsó szakaszát. Na most pályázati forrásból ezt a Lilium utcának az alsó szakaszát, ezt a múlt évben megcsináltuk, aszfaltoztuk, tehát ez most egy járható és biztonságosan használható út, de a víz az nem lett kevesebb. És most azzal, hogy a Lilium utcát aszfaltoztuk, ezáltal a lefolyó víz még inkább nem tud elszivárogni, mert eddig földút volt is, azért ott jelentős mennyiségű víz elszivárgott, tehát még inkább nem tud ezen az aszfalton elszivárogni, és gyorsabban is folyik le a víz az aszfalton. Most ez a többletvíz, ez gyakorlatilag a Szőlőtelep utcánál fog megjelenni. Most tudtuk, hogy a Szőlőtelep utcához is hozzá kell nyúlni, éppen ezért már a múlt évben megterveztettük a Szőlőtelep utcának a vízelvezető árkainak a helyreállítását, meg hát elég sokat költöttünk rá egyébként, mert így lokálisan több helyen már megcsináltuk a vízelvezető árkot. Nagyon, van sok hely, ahol lakók nagyon szépen karban tartják és csinálgatják az árkot. Vannak olyan helyek, ahol a lakók ezt elhanyagolták, meg vannak olyan helyek, ahol a lakók nagyon durva műszaki beavatkozásokat csináltak, tehát leszűkítették az árkot, betemették az árkot, megszüntették az árkot. Na most ezeket helyre kell állítani, és a vízútját biztosítani kell egész a patakba. Tehát most erre írtunk ki egy beszerzési eljárást, ami, ha jól rémlik, az most a napokban zárult le. Szeptember 15-éig kell szerződést kötnünk a nyertes vállalkozóval. 4 vagy 5 cég jelentkezett a munka elvégzésére. A zárat, amit adtak, az a 24 millió és a 35 millió forint közötti szórásban volt benne. Legkedvezőbb ajánlatot kiválasztottuk, és a vállalkozó durván egy ilyen hónap alatt a munkát el fogja végezni. Tehát, hogyha szeptember 15-e környékén megkötjük a szerződést, akkor lehet úgy számolni, hogy október közepére, október végére normalizálódik. Meg tudjuk csinálni a Szőlőtelep utcába a vízelvezetőt, és akkor gyakorlatilag a Szőlőtelep utcai lakók is biztonságban lesznek. Hát az sem megoldás, ugye, hogy minden esőnél a lakók azon rettegnek, hogy jön a víz és elönti az udvarokat, házukat, kertjüket, lakásukat. És nem azért, mert ők csináltak valami rosszat, hanem mert mondjuk néhány házzal följebb mondjuk betemették a zárkot, és onnan kikanyarodik az utcára a víz, és akkor a kereszteződésnél meg befolyik mindenfele. Tehát úgy néz ki, hogy akkor ezt is sikerül egyenesbe hozni. És ugye akkor beszéltünk már néhányszor erről, de ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, pont, hogy tehát ne temetgessünk árkokat, meg semmi ilyesmit, hanem próbáljunk meg valamilyen normális, közösségi módon élni. Így van. A víz az meg fogja találni a lefele menő utat, tehát az biztos, hogy le fog folyni, és utólag sokkal drágább ennek a helyreállítása, megcsinálása, kijavítása, mint hogyha ezt folyamatában karban tartjuk. Tehát mindenki a háza előtt köteles a zárkot tisztítani, kilapátolni, nem a patkát hizlaljuk föl, hanem a másik oldalra tesszük, majd ebben megpróbálunk valami segítséget nyújtani. Most a Pomász Kft-nek fogunk vásárolni egy platós kis terautót, és akkor lehet, hogy feladatul tesszük a Pomász Kft-nek, hogy ilyen kitermelt földeknek az elszállításában nyújtsanak segítséget a lakóknak, mert hát ezeknek az árkoknak funkciója van. Ezt nem lehet megszüntetni. Nem véletlen valat. Még talán még van jó hírünk, szerencsére van
jó néhány. Ugye a németes iskola és még a többi iskolák, az ebédlője és a konyhája javítások. A konyhákat, ebédlőket a Pomász Kft. Üzemelteti. Én tudomásom szerint minden konyhában, minden ebédlőben történtek javítások, eszközbeszerzések, karbantartási munkálatok. Volt egy nagyobb volumenű munka, ez a német iskolában történt meg. Itt a hát itt egy fal felázás volt, amit meg kellett szüntetni, tehát itt vakolatot kellett cserélni, szárító vakolatot kellett föltenni, itt csempézési munkák voltak, illetve az ebédlőbe pedig ilyen szárító vakolattal újravakolás, és az ebédlő kapott egy szép fehér festést. Hát, hogy jobb körülmények legyenek természetesen, tehát azért csináltuk, ez ilyen 1,5 millió forint körüli összeg volt a munkavégzés, ez egy kis karbantartás volt, de hát ezt meg kell csinálni, igen. Hát nem is az összeg, az összeg is számít nyilván, de hogy inkább az, hogy iskola kezdésre a gyerekek azért egy tiszta, komfortos, normális ebédlőbe tudnak bemenni. Így van. És még... Egy témánk még esetleg lenne, az SSK-nak az ételszállító kocsijával, arról mit kell tudnunk? Hát ennek nagy története van. Ugye eredeti koncepciónk az volt, hogy a szociális szolgáltatási központban bent lakók, illetve azok a rászorulók, idős emberek, akiknek az önkormányzat biztosítja a napi étkezést, a főzést a telekivatai kastélyban próbált az önkormányzat megoldani. Aztán néhány hónap működés után a Szociális Szolgáltatási Központ javasolta, hogy a reggelit, meg az ebédet, 10 órait, meg ilyen kis étkeztetéseket, azokat inkább saját hatáskörbe meg tudná oldani, mert a Szociális Szolgáltatási Központban dolgozó lányok is hát meg tudják enegetni a szendvicseket, vajaskenyereket, meg ezeket a kis uzsonnákat elő tudják ők is készíteni. És itt mellettünk a Kiskovácsi Kórházba, a Sára otthonba, a konyha, ami a kórházat látja el ebéddel, és nagy üzemileg működik, tehát sok ebédet állítanak elő. Ők be tudják vállalni a Szociális Szolgáltatási Központnak a meleg étkeztetési feladatainak az ellátását. Kaptunk egy nagyon jó ajánlatot rá, 930 forintba kerül plusz áfa a meleg étkeztetés. Ugye csak egy gond volt, hogy hát ezt valahogy el kellett szállítani egyrészt a Szociális Szolgáltatási Központba, másrészt pedig ki kellett szállítanunk a lakóknak. Hát ezt először megoldottuk úgy, hogy a Szociális Szolgáltatási Központnak a kis busza ment érte, és azt szállította ki, csak hát ugye a kis busznak más funkciói vannak, mert neki időseket kell elvinni Szentendrére, orvosi ellátásra, ide-oda, tehát személyszállítási feladatai vannak, és hát így nem tudjuk mindig kivenni a munkából, mert akkor valamelyik feladatát nem fogja tudni végezni, és akkor ezért fordult a Szociális Szolgáltatási Központ vezetőse, hogy kéne vásárolnunk egy ételszállító autót. Gyakorlatilag most ez nekünk nem kellett hozzá plusz pénzt tennünk, mert amennyivel olcsóbban most elő tudjuk állítani, illetve meg tudjuk vásárolni az étkezést, abból a pénzmaradványból tudtuk megvásárolni ezt a gépkocsit, és úgy tudom, tehát nekem az a visszajelzés jött, hogy az idősek meg vannak elégedve az étel minőségével, mennyiségével, a kiszolgálással, és működik. Most itt nem nagy dologra kell gondolni, hát egy használt Dacia
Dockert, vagy én nem is tudom, hogy milyen dobozos autót vásároltunk meg. Ez a célnak ez és kell, a célnak teljesen megfelel, itt elszaladgál a településen belül, és biztosítva van ez a szolgáltatás. Akkor itt ebben a helyzetben is szerencsés volt a csillagállás. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy a fontos dolgokon akkor végigmentünk. Esetleg van-e még valami, amit kifelejtettünk volna? Rengeteg dolog történt még, amit most a két ülés közötti időben történtekről ilyen címsorszerűen el tudtam mondani. Tehát javaslom kedves nézőknek, hogy nézzék meg az önkormányzati.tv ide vonatkozó adását, ami fönt van egyébként a YouTube csatornán is, illetve a honlapunkon is közé tesszük. Augusztus vége van, és ilyenkor viszont elkerülhetetlen, hogy iskolakezdés fog következni. Vannak gyerekek, akik ennek örülnek, vannak, akik kevésbé örülnek. Úgyhogy most az önkormányzat részéről azoknak a gyerekeknek, akik örülnek, meg azoknak, akik kevésbé örülnek, egy órarendet fogunk kiküldeni és eljutatni, hogy hát egyrészt célnak megfelelően tudják használni, és ki tudják tölteni, hogy milyen órájuk lesz, és hát itt az önkormányzat részéről pedig minden napra egy jó kívánságot borítékolunk, hogy jó tanulást kívánunk, meg tudod csinálni, vagány gyerek vagy, meg tudom én, tehát ilyen pozitív üzeneteket juttatunk el a gyerekeknek, úgyhogy kívánok minden kedves pomázi tanulónak, tanuló ifjúságnak az elkövetkező tanulmányi évben jó és eredményes tanulást. Sőt, ugye van ennek egy nagyobbik fajtája is, amit egyébként ugye az osztálytermekbe. Igen, de hát ez a jól látó gyerekeknek, az meg esetleg rosszul látó szülőknek, pedagógusoknak, hogy mindenki képben is, lehessen. Így van, ott is legyen. Egyébként szerintem ez fontos és praktikus, úgyhogy valószínűleg a gyerekek örülni fognak. Igen, és akkor lesz még egy nagyon fontos dolog, amit itt is szeretnék beharangozni. Ez szeptember 6-a, talán egy pénteki nap, művelődési házba hívtuk azokat a pomázi vállalkozókat, akik jelentkeztek arra a partnerségi programunkra, amit a múlt év végén meghirdettünk. Ennek a partnerségi programnak az a célja, hogy azok a pomázi vállalkozók, akik helyben vannak, adót fizetnek, ide fizetik az iparűzési adójukat, akkor föltettem a kérdést nekik levélben, hogy szokott-e munkát kapni az önkormányzattól, és szokott-e, és ha igen, akkor elegete, vagy ha nem, akkor meg miért nem, hogy ezen elgondolkodtak-e, és most ezért hívjuk össze a művelődési házba azokat a vállalkozókat, akik jelentkeztek erre a partnerségi programra, hogy fölkészítsük őket, hogy milyen dokumentumokat kell összekészíteni ahhoz, hogy ők most egy önkormányzati, most nem csak pomázi önkormányzatról beszélek, bármilyen önkormányzati vagy állami beszerzési eljárásban, ne agyisten közbeszerzési eljárásba indulni tudjanak, tehát hogy kell erre fölkészülni, illetve milyen csatornákon tudnak információhoz jutni, hogy ha az önkormányzat keres valamilyen kivitelezésre vállalkozót, akkor tudjanak róla, és tudjanak jelentkezni. Ugye az kevés, hogy föltesszük a honlapra, meg meghirdetjük. Tehát ez kevés, vállalkozók általában nem nézik a honlapot, mert miért néznék. Tehát itt meg fogjuk próbálni azt, hogy közvetlenül el tudjuk érni ezeket a vállalkozókat. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyenek olyan vállalkozóink, és hál' Istennek egyébként már vannak, mert már ebből a merítésből tudtunk kiválasztani. Most egy-két olyan munkára elküldtük az ajánlatot, és jó ajánlatot adott vissza,
és meg vele fogjuk végíteni. Így van, én ebben nagyon hiszek, hogy a helyi vállalkozókat meg tudjuk mozdítani, és az önkormányzatnak úgy is el kell végeztetni munkákat, és oda tudjuk adni a helyi vállalkozóknak, akiknek természetesen ezáltal majd nagyobb adófizetési lehetőségük lesz az önkormányzat fele. Mindenki jól jár, én abban hiszek egyébként, hogy helyi vállalkozóval azért kell dolgoztatni, mert ő biztos, hogy jól fogja csinálni azt a munkát, jó munkát fog végezni, mert ha nem, akkor a boltba, az utcán, az iskolába mindenki őt fogja szekálni, hogy milyen munkát végzett, hogyha ezt nem így csinálja. Tehát ez is inspirálja, és hát nem beszélve arról, hogy talán még olcsóbb is lesz, mert nem kell neki a világ másik végéről fölvonultatni gépparkot, meg munkásokat, hanem helyben meg tudja oldani, ami egyébként neki az árversenyben pedig talán jelentős is lehet. Tehát hajrá, Pomázi vállalkozók! Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Azt hiszem, hogy sok hasznos információval lettünk mi is, és a pomázsak is gazdagabbak, és akkor végszóként mit mondhatnék? Pomázi gyarapszik.